Sziasztok srácok! Picit rage videó lesz a mai. Régen volt már ilyen a csatornán. Ugye, kevés embert fog érinteni, viszont annál tanulságosabb annak, akit érint. Szedig az, hogy milyen úton, módon lopták el majdnem a csatornámat, illetve mind a kettő csatornámat tőlem ezen a héten, amikor itt vagyok és felveszem az első motorologokat február elején. Ugye, korábban nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy a VR-éknál ugyanez volt a sztori, de valahogy így rémlik. Haveromat is megkérdeztem, aki rendszeresen nézi őket, de azt tudom, hogy az Otherworld-nél ugyanez történt néhány hónappal ezelőtt. Hogy elmondom, mi volt nálam, és azért hogy lehet az ilyen ellen védekezni. Ugye az elmúlt években bemutattam rengeteg elektromos rollert, kerékpárt, gördeszkát, és ha már itt tartunk, ne felejtsetek el bekövetni Instagramon, találtok linket a leírásban, a rögzített kommentben, nem fogtok lemaradni semmiről, és ha már elektromos cuccok, minden ilyen járgányról rengeteg bemutató videót csináltam a másik csatornámra, és azt is meg tudjátok nézni, jobb felültől látok hozzá kártyát, hogyha az elmúlt egy évben nem találtatok volna rá a titkos 12 éves projektemre. Úgyhogy nézzétek meg, és ha tetszik a tartalom, akkor iratkozzatok fel. Szóval, rengeteg ilyen bemutatót csináltam, roller, bicó, gördeszka, elektromos járgányok, és ugye általában kapok egy e-mailt, a Hollywood Honda-s e-mail címemre, ír egy cég, és akkor megbeszéljük a részleteket, hogy mi legyen, elküldik, megcsinálom a videót, deal. Ugyanilyen történt, pont beszélgettem faterommal telefonon, épp dolgoztam, és miután letettem a telefon, el se hiszem, jött megint valami elektromos járgányteszt felkérés. Kaptam egy gyönyörű szép e-mailt, egy valós e-mail címről, szép tárgy. A maga az e-mail is olyan gyönyörűen meg volt szerkesztve, mint hogyha egy Vodafone-tól vagy egy Telekom-tól kapnál egy e-mailt. Nagyon-nagyon szépen meg volt minden csinálva, és leírta bennem egy bizonyos Matthew, aki egy digital marketing manager, az EV vagy EV vagy nem tudom milyen bikesnál, hogy nagyon tetszenek, kedves Hollywood Honda, nagyon tetszenek a videóid, nyilván angolul írt, nagyon tetszenek a videóid, és szeretnénk, hogyha tesztelnél nekünk egy elektromos kerékpárt. Itt van a kettő modellünk, a T1 meg azt hiszem az S1, ez egy férfi és egy női elektromos bicó. Válaszol erre az e-mailre, vagy a Hello Kukac, tököm tudja milyen e-mail címre, ahonnan egyébként jött az e-mail, és beszéljük meg a részleteket. De itt van egy link, egy olyan link, amely kattintható, talán az volt odaírva, hogy YouTuber Files, vagy YouTuber Marketing, vagy valami ilyesmi. Ide kattints rá, és akkor itt eléred a szerződést, amit sose kellett kitöltenem eddig senkinél. Ez nem így működik. Legalábbis az én esetemben kínai gyártókkal, meg kínai oldalakkal. Itt van a szerződés, az affiliate oldalt itt tudod elérni, meg még valami oda volt írva. Nem mentem rá erre a linkre, először nem is gondoltam semmi rosszra. Válaszoltam a gyereknek, hogy nagyon szívesen teszteném a kerékpárt, 2000 eurós bicó. Ezért ilyenkor mindig boldog vagyok, hogyha valami ilyen megkeresést kapok, hogy egy ilyet elküldenének nekem egy több százezer forintos terméket. Válaszoltam neki, telefonszám, e-mail cím, ide küld. A Hollywood Honda-ra csinálok neked egy nagyon király tesztvideót, és a másik csatornámra is 10-15 ilyen rövid bemutató videót a különböző funkciókról, kicsomagolás, stb. És hát nem jött válasz mondjuk majdnem egy napon keresztül, mert kicsit így utána néztem ez az evbikes.com-nak, hogy ez a kettő terméke van, nem találtam egyébként semmi affiliate oldalt a linkek között, pedig ezt oda szokták írni az oldal alján. Megnéztem a teszt videókat a termékekről, egy videót találtam ennek a gyártónak a YouTube csatornáján, amin van 5 feliratkozó és 60 megtekintés a kettő bicójuknak a ilyen reklámfilmjén, hogy itt van, illetve egy német csatorna, vagy osztrák, de németül beszélt a csávó, lehet svájci, ott találtam a női verzióról egy teszt videót, amit 1300-an láttak 2 hónap alatt. Ennyi volt a kettő content, amit találtam. Nem találtam a Google-ben semmi infót a márkáról, a hivatalos oldalon kívül. Nem találtam képeket, hogy bárki vett volna ilyet, használná. Nuku.
Instán, Facebookon ilyen, le van fényképezve a bicó, valaki ül rajta, van közösségi oldal, van YouTube csatorna, de igazából így nem az jött le nekem az egész gyártóról, hogy ez valami nagyon fullos gyártó lenne, tesztre küld bicókat, valós, nem tudom, ha megrendelném a bicót, mi történne, mindegy, és másnap reggel egy eszembe jutott, hogy még jó, hogy nem mentem rá arra a linkre, mert ugye tudni illik az Otherworld-ot is, meg talán a VR-t, és úgy törték fel, hogy egy ilyen kooperációs e-mailt kaptak, gyönyörűen megszerkesztve, és abban az e-mailben volt egy kattintható link, vagy egy PDF file, amit letöltöttek, és mivel teljesen valósnak tűnt, rámentek, megnyitja a linket, valamit, egyébként a céges gépemről megnyitottam a linket, meg se tudta nyitni, letiltott valami, nincs hozzáférésem, nyilván ott nem vagyok belépve sehol, úgyhogy az ilyen szinten lényegtelen volt. Ugye bejutnak a gépedbe úgy, hogy megnyitod a linket, sehova nem fog vezetni, valami települ a gépre, és távolról be tudnak lépni a Google accountodba, mivel be vagy lépve folyamatosan, és úgy meg tudja változtatni a jelszavadat a YouTube profilodhoz, hogy ugye nem kér jelszóváltoztatásnál kétfaktoros hitelesítést, ergo nem lesz egy SMS, hogy te jelszót akarsz változtatni, ami egy nagyon durva probléma szerintem, és ezt illene a Google-nek kurva gyorsan elintézni, hogy ez működjön. Szóval volt ez a link, kimásoltam a linket, és csak beillesztettem a böngészőnek a kereső sávjába, ez is hiba volt egyébként, hogy nem egy TXT-be tettem. Beillesztettem a linket, írdatlan hosszú volt, de semmi, hogy bit.ly vagy valami okádék szöveg az elején, .co.dot. valami per 87 millió karakter. Annam már nekem ez is gyanúsnak tűnik, de nagyon. És délutánig eljutottam oda, hogy kitörlöm az e-mailt, kitörlöm, amit elküldtem nekik, hogy véletlenül se, a kukából is töröltem, véletlenül se tudjak rámenni erre a linkre olyan eszközről, ahol be vagyok lépve a Google-be. És amint kitöröltem, ez volt a legfurcsább, mintha érezte volna, vagy tudta volna valahonnan, hogy kitöröltem az e-mailt, 5 percen belül kaptam egy választ. Kedves Hollywood Honda, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakozni akarsz a tesztelőink közé. Nincs más dolgod, mint erre a linkre rákattintani, kitölteni a szerződést, és amint megkapjuk a kitöltött szerződést, 7-10 napon belül elküldjük a kerékpárt. Itt volt szerintem az utolsó e-mail váltásunk, mert ez egy akkora nagy kamu, mint a vadállat. Itt esett le teljes mértékben, hogy átverés, amikor arra ösztönzött, hogy kattints rá a linkre, mert szerződés, és megkapod. Nem kell szerződést kitölteni. Én megírom, hogy mit vállalok, elküldöm a címemet, te elküldöd, hiába írunk szerződést, mit tudsz te csinálni? Akármilyen országból gyártó vagy, én nem vagyok egy cég, egy magánszemély vagyok, akinek úgy küldesz el valamit, hogy abban reménykedsz, hogy nem fog átkúrni. És mivel rengeteg ilyen videóm van, valószínűleg nem kúrlak át. Küldjem vissza a szerződést, na, akkor itt írtam neki egy e-mailt, nem akartam lebuktatni, visszaírtam neki, hogy szia, nem fogok semmilyen linket megnyitni, nem fogok semmit letölteni, ha akarsz valamit küldeni, így megteheted, egyéb esetben köszönöm szépen, és ez most már 3 napja. Innen nem kaptam választ. De szerintem az egész EV Bikes egy hatalmas nagy scam. Létezik ez a kerékpár, ők valahogy összerakták, 2 modell létezik, amit levideóztak, valaki letesztelte nekik, lehet egyébként egy ilyen német kamu cégről van szó, ha már egy ilyen német csávot beszerveztek erre. Elkeseredtem nagyon itt a témával kapcsolatban, hogy ilyet megmernek csinálni az emberek, és valakinek ez bejön. Ugye, mit veszítettem volna? Nagyjából egy-két hónapon belül valahogy sikerült volna visszaszereznem a csatornát. Otherworld Zolinak is sikerült, VR-nak is sikerült, viszont durva e-mailezgetése Google-el, akik annyira nem segítőkészek, mint kellene. De hogyha ezt a hibát végre kijavítanák, hogy 2 lépcsős azonosítás kell a jelszóváltoztatáshoz, akkor azért ez nagyban megkönnyítené az embereknek a dolgát, mert ilyen nem fordulhatna elő. De maga az egész átverés elborzaszt, hogy ilyen létezik, és nagyon közel álltam hozzá, hogy ezt beszopjam. Hogy bárki, srácok, bocsánat, hogy itt mindig nézem a GoPro-t, csak nem akarom, hogy lemerüljön. Hogy bárki, srácok, aki youtuber és csinál valami tesztféleséget és szoktak neki írni, erre nagyon vigyázzatok. Semmilyen e-mailből nem nyitunk meg
linket, nem töltünk le fájt, visszaírunk az e-mailre. Olyat is csináltam, hogy olyan furcsa e-mailt kaptam egy kínai cégtől, másik csatornámmal kapcsolatban, és magának a cégnek írtam, hogy ez a ti e-mail címetek? Ez valós? Nem csak átverés? És akkor írták, hogy ez az XYZ, aki írt nekem, hogy ő a mi emberünk. Nyilván ez is lehetett volna átverés, de ettől függetlenül nem volt link, nem volt fájl az e-mailben, csak kicsit tartottam az egésztől, úgyhogy nem akartam visszaírni elsőre. De srácok, ennyi. Vigyázzatok nagyon. Be lehet szopni a dolgot, és látjátok, 12 év munkáját el tudták volna venni tőlem néhány óra leforgása alatt. És csak bízni tudok abba, hogy egyébként visszakaptam volna az egészet. Úgyhogy ja, ezt mindenképpen el akartam mondani, kicsit itt rage-elni, hogy mik tudnak történni. Tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, írjátok le véleményeteket kommentben, hogyha van hasonló sztori, osszátok meg velem. Ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel, motoros videókat készítek, kövessetek be Instagramon, nézzétek meg a másik csatornámat. Én HH voltam. Sziasztok! Fucking blood.